Jó estét kívánok, igen, nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, és nagyon bízom benne, hogy egyre többen maradnak a képernyő előtt, mert itt a stáb nagyon, nagyon összeszedte magát, és egyre jobb vendégeket próbálunk hívni. Önök a Rólad is szól a dal című műsorunkat látják, és vendégünk nem akárki, Nagy Csonttörő János. Én megmondom őszintén, már rettegek ilyen nevek, hogy Csonttörő, Hóhér, Gyilkos. Egyszerűen honnét ezek a nevek, Jancsi? Hát talán most ugye nálunk is elterjedt az, hogy az ökölvívóknak adnak egy ilyen becenevet, ami talán úgy kicsit jobban megmarad így a emberek gondolatában, hogyha látnak egy boxmérkőzést. Ez, hogyha minden igaz, akkor talán Amerikából terjedt át, ahol ugye régen is hallottuk, hogy nagy boxolókat elnevezték valamilyen névvel, ráragasztottak valamilyen nevet, ugye a bombázó, akkor a hasonló ilyen nevek voltak, és hát talán, hogy ott így elterjedt, így most már így Európában is kezd. És Jancsi, ez a Csonttörő név, ez honnét ered? Régi nagyon, vagy ezt tényleg neked is úgy adták? Hát igazából... Igazat mondjál, igen, mert kiderül minden. Régen engem úgy hívtak Győrben, hogy Manó, hát ezt a becenevemet olyan 24 éves koromig így hívtak, ezen néven szólítottak, és akkor hát ugye itt a profi boxban, mikor így kb. 8.-9. mérkőzésem lehetett, és itt Budapesten volt egy mérkőzés, egy román fiú ellen boxoltam, a második menetben kütéssel győztem. Hát arra emlékeztem, hogy egy nagyon szép balhoroggal találtam el, és akkor másnap az újságban olvastam, hogy szegénynek elkapott csontja eltört, és hát utána már így olvastam, hogy az újságban ezt a becenevet. Szóval Jancsi, akkor a bal kezed az nagyon kemény. Szóval oda kell rá figyelni, nem lehet játszani. És a jobb is. Hú, nagyon beszélsz. Azért remélem, engem nem bántasz, mert kezdek félni, tudod, hogy a lábra megyek. Na, komolyra fordítva a szót, hát ugye kedves nézők tisztában vannak vele, hogy milyen eredményeid vannak, de azért mégiscsak mondjuk el. A Jancsi azért volt Európa-bajnokságon bronzérmes, négyszeres magyar bajnok voltál, és két világszervezetnél vagy kisvilágbajnok, és remélem a közeljövőben mérkőzöl majd a nagy világbajnoki címért, és 19 mérkőzést nyertél, és 13-szor KO-val. Te tényleg ilyen nagyon nagyokat is, mert ugye azt hallottam, hogy neked óriási az ütőerőd, ez igaz így, ahogy mondják? Hát nem, ahhoz, hogy ugye mondjuk képzésen nyerünk meg egy mérkőzést, ahhoz az ütésnek pontosnak kell lenni, és nem biztos, hogy a nagy súlyos ütés az, amivel mondjuk be tudunk fejezni egy mérkőzést, hanem hát elsősorban az, hogy az ütés pontos legyen, ugye vannak kiütési pontok, és hogyha mondjuk álcsúcson sikerül az ellenfelet eltalálni, a sok ideg, ami ott átfut, akkor az ott megzavarodik, és hát ezáltal vannak azok a kiütések, amikor mondjuk az ellenfél eszméletét veszti. Akarva akaratlanul is el kell tenni neked ezt a kérdést, hogy te voltál amatőr boxoló, és most profi boxoló vagy. Mégiscsak ezt a kettőt próbáljuk meg összehasonlítani. Mi volt a különbség? Mert te mind a kettőt kipróbáltál, és azért ott is odaértél, és biztos vagyok benne, hogy ha az amatőrök között maradsz, akkor jöttek volna ott is ugyanúgy az eredmények. Te hogy látod, mi a különbség, mi a nagy különbség a kettő között? Hát elsősorban talán azt mondjuk az amatőr ökölvásnak a menete, hogy készülünk egy versenyre, tudjuk azt, hogy van rá mondjuk másfél-két hónapunk, de ott a versenyek úgy működnek, hogy elmenjünk egy versenyre, és ott 3-4 napig súlyt kell hozni. Nagyjából, hogyha mondjuk Magyarországon van egy ilyen verseny, nevezzük akár a Bocskai emlékversenyt, ami mondjuk most már elég erős. Ki tudjuk számítani nagyjából, hogy kivel boxolunk, egy idő után megismerjük azt a környezetet, azokat az embereket, illetve hát ellenfeleket, és nagyjából így ki lehet számítani, ugye ott sorsolás van, ami nagyon sok minden múlik, hogyha első nap a legjobbal kerülünk össze, akkor már elvesztettük azt a mérkőzést, ott nincs tovább lépés. Ami lényegében az ugye, hogy ott minden nap súlyhozás van, itt a profi között pedig tudjuk azt, hogy egy mérkőzésre készülünk. Egy idő után, hogyha elérünk olyan eredményeket, és mondjuk közel van egy, akár egy kisvilágbajnoki címmérkőzés, akkor már kapunk egy az ellenfelek felesleg felvételt, fel tudjuk mérni, tudunk belőle készülni, és hát itt tudjuk azt, hogy mondjuk egy mérkőzésre van 3 hónapunk, ezt a 3 hónapot csak arra szánjuk, és hát utána mondjuk jön egy rövidebb pihenő, egy szünet, és akkor kezdjük újból a felkészülést.
Mégis a te életedben mi volt az a döntő pillanat, amikor azt mondtad, hogy na jó, én befejeztem az amatőr boxot, és a mai naptól kezdve megpróbálok profi lenni. Ki kért fel téged erre, vagy hogy zajlott le ez az egész? Ez a váltás nekem igazából úgy jött, hogy 2000-ben, sajnos ugye a Sydney olimpiára nem sikerült kijutnom. 4 kvalifikációs versenyen indultam el. Mondjuk el, hogy miért nem sikerült kijutni, tehát az ő tévét jele jobban. 4 kvalifikációs versenyen indultam el, és hát ugye a cél az volt, hogy döntősnek kellett lenni. 3 alkalommal voltam harmadik, és hát 3-szor volt az, hogy tényleg csak egy hajszálnyi, egy mérkőzésen múlott az, hogy mondjuk kint legyek. Elég sokat készültem, nagyon akartam, volt úgy mérkőzés, hogy az volt a baj, hogy nagyon is akartam, és ezért vesztettem el a mérkőzést. De hát mivel hogy nem sikerült, úgy gondoltam, hogy a korban benne vagyok. Igazából már úgy érdekelt ez a profi a körvívás, hiszen egy teljesen új kihívás, egy teljesen idegen dolog volt a számomra, még akkor is, hogyha lényegében tudtuk, hogy a bunyóról szól ugyanaz, amit előtte csináltam, csak ezt másképp kell csinálni, és másképp kell készülni mondjuk a mérkőzésekre. És az edződet te választottad, vagy egyszerűen melléd adták? Mert én nagyon-nagyon régóta ismerem Klein Csabát, hát mondhatom azt talán 25-30 éve, és hát ő úgy beszél rólad, mint egy istenről, hogy te megbízható vagy, szorgalmas vagy, hogy bármilyen munkát leír neked, elmondja, hogy mit szeretne, hogy megcsinálj, te egyszerűen attól kell félni, hogy inkább túledzed magadat, tehát egy rettenetesen jó alany vagy edzői szemmel. Te hogy látod ezt így, hogy benne is vagy? Klein Csabával 2000 óta dolgozunk együtt, igazából volt egy nagyon-nagyon rövid amatőr közös munkánk, és hát utána, amikor a profi közé váltottam, akkor én vele megbeszéltem ezeket a dolgokat, hogy vannak ezek a gondolataim, ő támogatta, mondta, hogy ahogy nekem jó, ahogy én szeretném, úgy döntsek, és hát ő mondta, hogy mint edző, amiben tud, maximálisan segíteni fog. De előtte nekem elég sok edzőm volt, én Győrből indultam, ott volt az első edzőm, ővel elég hosszú pályafutásunk volt együtt szintén. Ő nem szoktam úgy különösebben cserélgetni az edzőt, hogyha mondjuk nem sikerültek a mérkőzések, hanem mert annak más okai kellettek, hogy legyenek. De szerencsére tényleg Csababával úgy megtaláltuk azt a közös hangot, ami egy edző és versenyző között kell, hogy meglegyen. És ha munkáról van szó, akkor inkább kesztyűzöl, vagy inkább emelgeted a súlyokat, vagy neki mész a Gellérhegynek is, mondjuk futsz 30 kilométert, melyik a legszimpatikusabb a három közül? Tehát mert dolgozni mindenhogy kell, de mégis melyiket szereted jobban? Dolgozni mindenképp kell, hát mondjuk a futás nem az erősségem, inkább a kesztyűzés, hiszen ott tudom teljesen felmérni magam, ott tudjuk tényleg a legjobban hasznosítani azt, amit gyakorolunk, amiért csináljuk az egészet, az, hogy bent legyünk a szorítóban és bunyózunk egymás ellen. Ugye a televízión keresztül úgy jön le, hogy rettenetesen nyugodt vagy, én biztos vagyok benne, hogy azért belül feszült vagy. Elmered ezt mondani a kedves nézőknek, meg mered osztani velük, hogy mit érzel te akkor, mikor készülsz egy ilyen nagy mérkőzésre? Mert azért 19-szer oda csapni keményen, azért az már nem két győzelem. Mit érzel belül? Hát úgy gondolom, hogy elég nagy tapasztalatom van már így a mérkőzésekkel, és én úgy gondolom, hogy ha készülök egy mérkőzésre, tudom, hogy kellen készülök, nem is azt mondom, hogy nekem ez elég, mert ez nem így van. Foglalkoztat a dolog, de megpróbálom úgy kizárni a magánéletemből, hogy csak az edzésen ott legyen az, hogy ki ellen, mi ellen készülök, ki az ellenfél. Nem akarom azt, hogy nekem ez egy teher, egy nyomás legyen, hanem nem tényleg megpróbálom maximálisan kizárni. Otthon csinálom a kis otthoni dolgaimat, élem a családi életemet, és mondhatom azt, hogy elfelejtem a bunyót. Bocsánat, ha már család, akkor tudom, hogy van egy barátnőd, és van egy 8 éves kislány, akit együtt neveltek. Jól vagyok, gondolom, informálva. Tudnál pár szót mondani, hogy milyen vagy te egy családi életben? Hogy éled a hétköznapjaidat? Szerencsére a barátnőmmel elég jól megértjük egymást. Tehát maximálisan tudunk pótolni mindent egymásnak, ami esetleg a másikból úgy hiányzik. A kislány 7 éves, egy év volt csak a tévedés, most elsős. Én megengedtem. Most elsős, és hát egy nagyon eleven egy, hát én azt szoktam mondani, hogy nagyon rossz kislány, kicsit és úgy nagyon szemtelen. Szereted, egy kicsit szereted is, vagy nagyon szereted, mert láttam a szemeden, tehát úgy beszélsz olyan szeretettel és tisztelettel, hogy... És gondolom, nem csak neked, minden sportolónak, hanem nagyon-nagyon fontos az, hogy milyen a háttér, hiszen
a nagy mérkőzéseken csak kívülről néz ki úgy minden, hogy igen, itt azon dől el, hogy fizikálisan hogy vagyok felkészülve. A végső döntés, a végső győzelem mindig lélekben, hitbe dől el, hogy mennyire hiszük el, és ehhez mindig kell egy háttér. Hinni csak akkor tudunk, ha van egy biztos háttér. Úgy gondolom, ahogy itt beszéltél a barátnőddel, itt már kint az előtérben is, ez egy nagyon tiszteletre méltó, meg ahogy beszélsz az edződről, a menedzseredről, Rácz Félixről. Tehát ez úgy gondolom, hogy ez téged igazolt. Tehát én így is képzeltelek el, mióta mégis téged egy birkózó legény búcsú ismertelek meg, az egyik tanítványom hívott meg téged, Gyurasi Csaba, és akkor ismertelek meg, és hát egy kicsit nagyobbnak képzeltelek, de aztán megbékültem veled. Kedves nézőinket, én szeretném elmondani, hogy lehet telefonálni, és én nagyon örülnék, hogyha Jancsinak feltennének valami olyan kérdést, amit én nem tudok feltenni. János itt van velünk, és most pedig szeretnénk egy klipet vetíteni önöknek. Úgy gondolom, hogy ha valaki megérdemli, akkor Nagy János, mint kétszeres kisvilágbajnok, és akit egyébként 4 világszervezet az első 10-be besorolt, az azt gondolom egy nagyon nagy dolog. Talán az egyik, nem is olyan sokan vagytok, talán egy-két ember van Magyarországon, akit itt a 4 világszervezet is az első 10-be sorolt. Megérdemelsz egy bajnok vagy című videóklipet, úgyhogy lássuk a bajnok vagy című klipet, ha lehetséges. Oh,
Üdvözlöm a kedves nézőket, és nagyon köszönöm, hogy velünk tartanak. További is vendégünk Nagy Csonttörő János, tehát már azt megbeszéltük, hogy ugye mindenki csonttörő, meg hóhér, meg gyilkos, meg minden. Jancsi, te azért nem vagy egy ilyen médiasztár típus, aki éjjel-nappal azon van, hogy a televízióban legyen, hogy ott legyen mindenhol, hanem inkább olyan ember vagy, hogy a szürke hétköznapokban, ahogy itt a dalban is megvan írva, hogy szürke hétköznapok, küzdelmes évek, a sportra tetted fel az életet, hogy téged tényleg igaziból, ahogy ismerlek és beszélgetünk, tehát te teljesen alázatos vagy a sportágad iránt, te dolgozol, és végül is nem is gondolsz arra, hogy ezt nem lehet csak úgy, hogy dolgozunk, azért itt van fény, pompa, reklám, mutatvány, hogy élette ezt meg itt a profi világban? Hát ezt tudnám ahhoz hasonlítani, ahogy mondjuk így az ellenfeleket a mérkőzés előtt így kizárom az életemből. Ezek a dolgok, hogy tényleg mondhatom azt őszintén mondom, hogy így hidegen hagynak, hogy most tévészereplések egyébre hívnak. Igazából az én dolgom tényleg az, hogy azt, amit csinálok, azt csináljam jól. Hogyha most a bonyó mellett mondjuk azzal foglalkoznék, hogy mutogassam magam, sztároljam magam, akkor lehetséges, hogy elvenni a figyelmemet arról, amit igazán csinálom is kell. Persze természetesen, hogy amennyire lehet, megpróbálunk ezeknek a dolgoknak eleget tenni, de azon semmivel nem leszünk többet, hogy mondjuk a képernyőn megjelenünk, vagy egy újságban. Kicsit úgy büszkék lehetnek azok, akik ismernek engem, büszkék lehetnek rám, hogy ismernek, és hogy mondjuk visszalátnak egy újságban, vagy a tévében, de azon kívül, hogy igazán olyan pluszt nem ad nekem. Mint a kedves nézők is hallhatják, hogy te egy rettenetesen szerény ember vagy, és nagyon komoly gondolkodású. De azért mégis én megvilágítom a másik oldalt, és azért beszéljünk egy kicsit múltról. Neked annak idején a Kokó is ellenfeled volt, és boxoltatok együtt. Nem is most a mérkőzések érdekelnek engem, hanem hogy ő egy teljesen más karakter, egy más habitusú ember, és nagyon sok embert megzavarta a stílusa, hogy ő meg pontosan olyan volt, hogy nyíltan mondta, hogy igen, nyerek, én vagyok a legjobb, és ezt láttam, hogy igaziból hitte, és ezt profi szinten csinált ő is, tehát éreztem és láttam is a munkáját, hogy ő felkészült volt, és komolyan vette, tehát őt, amit elvégzett, abban hitt, és azt ki is mondta. Csak az emberek ezt nem egyformán ítélik meg. Volt, akiben ez ellenszenvet váltott ki, és azt mondta, hogy majd milyen nagyképű. Te meg pont egy másik típusú ember vagy, aki szépen szolidan meghúzódsz a háttérben. De én azt gondolom, hogy mind a ketten kiváló sportemberek voltatok és vagytok, de van is egy kedves telefonáló vonalban. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, Siket Nyelv vagyok Újpestről. Szia, üdvözöllek! Külön üdvözlöm a Nagy Jánost, és gratulálok az eddig elért eredményeihez. Hogy egy szerény, egyszerű ember maradt, egy tiszteletreméltó. Nagyon sajnálom, hogy a média nem tárolja annyira, nem segíti annyira, mint Kokót. Kokó nem becsülöm annyira, mert egy, mondjuk ami előfordul, kiütötték. Utána nem volt annyi becsület benne, hogy még egyszer megvédje a világbajnoki címét. Tehát Kokó a Nagy Janinak a lába nyomába se ér. És egyedül a madár tartom még, aki Nagy Janival egy szinten áll, és kívánom továbbra is, hogy ugyanezen a szinten, vagy még jobban bonyolulton, és maradjon ilyen egyszerű, szerény embernek, amilyen most, és nagyon gratulálok. És ne nézzen fel Kokóra, hanem Kokó nézzen fel őre. Kokó tanulhat. Köszönjük szépen, szívesen hogy telefonált. Jó éjszakát kívánok! Azért egy kicsit meg kell védenem a Kokót, mert azért egy dolgot ne felejtsünk el. Azért Kovács István, kétszeres világbajnok, olimpiai bajnok, Európa bajnok, és én azt hiszem, hogy a profi ökölvívásban ilyen nagy volumenű dolgokat megnyerni, az azért mindenféleképpen egy figyelemre méltó dolog. Maradjunk annyiba egy teljesen más stílusú ember, mint ahogy előtte is elmondtam, de azért ne felejtsük el ezeket a kiváló eredményeket, meg azért, hogy végül is ő volt az első, aki a profi között mindent megnyert, de természetesen az idő elmúlt, és talán a mérkőzéséről lehetne most itt beszélgetni, hogy ő most miért nem védte meg ezt a világbajnoki címet, mert talán felmérte azt, hogy ha 3 hónap múlva lett volna ez a bizonyos mérkőzés, akkor minden további nélkül vállalta volna, de mire gondolom egy évet kellett volna várni, ő is mérlegelte azt, hogy ő már egy évvel idősebb lesz arra,
és nem olyan biztos, hogy egy év múlva valóban vissza tudja szerezni a világbajnoki címét, és ő szerintem az életében a legjobban döntött, csak rosszul sült el, tehát nagyon-nagyon negatívan búcsúzott, pedig én úgy érzem, hogy ő megérdemelte volna, hogy méltóan búcsúzott. Te hogy látod ezt? Most már ne én mondjam el, mert mégiscsak te vagy a boxoló. Én csak végighallgattam ezt a véleményt is. Talán azt tudom elmondani, tényleg, hát végül is ő volt az első olyan, hát amatőrök között is mondhatom azt, ő volt az első világbajnok. A profi között szintén ő volt az első világbajnok, ő vitte így a legtöbbre, mindig utólag is. És az, hogy mondjuk a világbajnoki cím megvédése nem jött össze, én azt tudom erre mondani, hogy megnézhetjük, főleg mostanában elég sokan boxmérkőzést látunk, ahol olyan emberek, akire azt hiszük, hogy verhetetlenek, és elveszítik a mérkőzést. Ugye itt van most Oscar De La Hoya, Roy Jones Jr. azt mondták, hogy tényleg annyira bálványok voltak. Vagy Cassius Clay, mondjuk őt is kiütötték egy párszor. Így van. Hát most így hirtelen azokat mondtam, akik így a jelenben vannak, és így majdnem, hogy hetek alatt forogtak le ezek a mérkőzések. Egy ilyen vereség után mondjuk az ember, szerintem én úgy gondolom, ez teljesen az ő szubjektív joga, hogy dönt, hogy fogja folytatni, illetve hogy utána mit csinál. Én azt hiszem, hogy nagyon-nagyon jól döntesz, amikor nagyon-nagyon mélyre nem engedett be a médiát, csak annyira engedett be, amennyire neked szükséged van, mert nagyon kell vigyázni, mert nagyon-nagyon félre lehet egy embert tálalni, félre lehet ismerni a médián keresztül, és én azért úgy búcsúztatnám, mert közülünk Kokó, tehát bizonyos beszélgetéstől, hogy azért én büszke vagyok rá, hogy nekünk volt egy Kokónk. Olyan, amilyen, nem vagyunk egyformák, hogy a képzeldben, ha mindenki egyforma lenne. Annak viszont örülök, hogy te ilyen vagy, mert az ilyen emberekre szüksége van ennek az országnak. Bencsikám, kicsit váltsunk. Marad neked egyáltalán hobbira időd, vagy éjjel-nappal kesztyűzöl? Hát marad, igaz, hogy nagyon ritkán. Hát nem tudnám megmondani, mikor voltam utoljára horgászni, talán még a nyár elején. Hát utána... Te hogy lehet egy ilyen küzdősportos leülni horgászni, őszintén ezt? Hogy találtad ki ezt a horgászodat? Ez amikor így elkezdtem a Bunyót 13-4 évesen, akkor ismertették meg velem a horgászatot, ez úgy megmaradt mellette. Nagyon sok olyan, hát például a Erdei Zsolt, ugye a madár, ő is nagyon szeret horgászni. Volt rá példa, hogy amikor itthon volt, így közösen egy hétvégét össze tudtunk hozni egy napot egy horgászatot több alkalommal is. A horgászat az egy olyan dolog, hogy tényleg kimegy az ember, csend, a nyugalom, át tudja gondolni mondjuk a hétköznapi dolgait, teljesen ki tud kapcsolódni. Egy olyan kellemes időtöltés, amit hát nem szívesen hanyagolnék el. Tudnál-e két olyan momentumot megemlíteni? Mondjuk említsünk meg egy olyat, amikor életedben a legnagyobb mélyponton voltál, és utána említs meg egy olyat, amikor úgy érezted, hogy egy óriási lehetőség volt arra, hogy egy nagyot ugorjál, tehát hogy fent voltál. Mi volt ez a negatív és pozitív pillanat az életedben? Vissza tudsz ezekre emlékezni? Hát mélypont az mondhatom, hogy volt több is, hiszen amikor elkezdtem bonyolítani. De jó, hogy ilyen őszinte vagy. nagyon sok mérkőzést. Küzdősportban. Nem nyertem meg, hanem elveszítettem. Elég nehezen indult be az én pályafutásom. Hát 5 évig kellett nyüstölnöm magam, hogy végre egy picik eredményt el tudjak érni. És hogy szerencsére utána úgy azért jöttek az eredmények. Közben voltak persze kisebb nagyobb kudarcok. Hát inkább a legnagyobb sikerekről beszélnek, amiből mondhatom, hogy talán az egyik az volt, amikor hát amatőrben mondjuk, mindig a következő nagy dolog, ugye? Először az első cél mindig az volt, hogy egy érmem legyen. Meg volt az érem, akkor már fényesebb kellene. Jó lenne egy magyar bajnokságot megnyerni. Ezek mindig olyan élmények voltak, hogy így folyamatosan, fokozatosan ezeket ki tudnám emelni. De talán így az amatőr bronzérem volt az amatőrök között a legnagyobb, és hát így profi között pedig az, amikor a VBO kisvilágbajnoki címet megszereztem. Milyen céljaid vannak nagyjából? Tehát mi az, amit el szeretnél érni, és meddig szeretnél profiként boxolni? Hát gondolom már amatőrként egyáltalán nem akarsz, ez egyértelmű. Hát úgy gondolom, hogy még egy jó 3 évet legalább szeretnék egy profi között boxolni. Elsősorban addig, ameddig
hát így eredményes vagyok, és tudom hogy az eredményeket hozni. Hogyha esetleg mondjuk lesznek olyan mérkőzések, amik nem úgy sikerülnek, ahogy én szeretném, akkor utána természetesen úgy gondolom, hogyha van arra szansz, hogy a továbbiakban mondjuk tudok nyerni, akkor folytatom. Hogyha mondjuk egymesten több mérkőzést elveszítek, úgy érzem, hogy nem tudok tovább fejlődni, nem látom értelmét, akkor pedig abba fogom hagyni. Jancsikám, én megköszönöm a Budapest Televízió szerkesztőinek a nevében, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Azt kívánom neked, hogy maradj ilyen igaz ember, mint ahogy megismertelek, illetve megismertek a rajongóid, és érd el az álmaidat, legyél világbajnok, többször is, és ami legfontosabb, a magánéletedben legyél rettenetesen boldog, és legyél ilyen pozitív, amilyen most vagy, és gratulálok a menedzserednek, az edződnek, hogy téged kitaláltak. Köszönöm, hogy itt voltál, Jancsikám. Köszönöm a meghívást. Szia. És akkor nézzük meg a dühös ember képet, mert itt belezavarodtunk, mert hát legyél dühös, amikor nyerni akarsz majd. És hát hallottam, hogy volt több telefonáló, de nem lehetett bekapcsolni, és Takács Istvánnak szeretném üzenni, hogy semmi rossz szándék nem volt, ami megtörtént a klip lejátszásával kapcsolatban, csak a
Írkózósként már lement, és azért játszottuk a másikat. Úgyhogy a jogdíjat természetesen mindenki megkapja úgy, ahogy jár neki. A következő vendégünk Seblők Vilmos. Vilikém, köszöntelek, és nagyon örülök neki, hogy vetted a fáradtságot, és Zalaegerszegről felutaztál Budapestre, hogy vendég legyél itt. Egyből egy kemény kérdéssel megyek neked, amire nem is számít, azt nem is gondolsz. Amiről beszéltünk, olyan kérdést nem teszek fel neked. Én, ahogy megismertelek, egy rendes, kiegyensúlyozott, szorgalmas, tisztességes embernek ismertelek meg. És mégis a közvélemény az állandóan megtalált téged. Bajuk van a hajaddal, az öltözködéseddel, az autóddal, aminek a nevét nem mondhatod ki, amely drága autó. Tehát egyszerűen a Seblők Vilmossal problémák vannak. Mivel váltotta ki ezt az ellenszenvet? Hát én úgy gondolom, hogy ez azért van, mert az emberek felületesen ismernek, úgyhogy azt látják, amit a pályán látnak. Tehát amikor én a pályára lépek egy kicsit, hogy mondjam, elborul minden. Tehát én egy olyan ember vagyok, aki egész héten gyülemlik a feszültség, és amikor egy héten egyszer, ugye szombaton kilép a pályára, akkor mindent kiad magából. És ez néha egy kicsit túlzásba is viszem, és egyszer-kétszer előfordult, ugye, hogy kiállítottak emiatt. És én úgy gondolom, hogy ez az oka annak, hogy a közönség nagy része engem egy kicsit, hogy mondjam, nagyképűnek, egy kicsit arrogánsnak ismert meg. De aki ismer jól, és tudja, hogy milyen vagyok a hétköznapokban, az egész más véleménnyel van rólam. Úgyhogy te vagy az, aki ugye most már lassan 3-4 éve ismerjük egymást, hétköznap is találkozunk, úgyhogy én úgy gondolom, hogy aki nem ismer, az sajnos rossz véleménye van rólam. Hát én azért is hívtalak meg ebben a műsorban, mert szeretném ezt a negatív hullámot egy kicsit elhajtani tőled, mert tényleg sajnálom, mert egy jó játékos vagy, és nem csak téged sajnálok egyébként, hanem az egész magyar labdarúgást. Mert nagyon-nagyon nehéz úgy futballozni, hogy a háttérből a közönség nem minden esetben akar segíteni benneteket. Szóval mondják, hogy el vagytok kényeztetve, nagyon sokat kerestek, meg ilyen jellegű kritikákat kaptok. Egyértelmű, hogy az egész világon a labdarúgók sokat keresnek, hiszen a labdarúgás az egy olyan sportág, amit rengeteg ember látogat, és nagyon sok pénzt hoz a konyhára. Ha sok pénzt hoz a konyhára, akkor logikus, hogy több pénzt is lehet vele keresni. Vilikém, te jól keresel? Ez nehéz eldönteni, hogy jól keresek-e vagy sem. Én úgy gondolom, hogy a futballisták többsége a mai helyzetben, a mai napon, én úgy gondolom, hogy egy átlagnál egy kicsit jobban keres. Tehát van egy 10-12 játékos a magyar első osztályban, akik átlagon felül keresnek. De én azt mondom, hogy ez egy óriási túlzás, hogy a futballisták nagyon sokat keresnek. A futballisták nagyon sokat is dolgoznak érte, és sajnos a mai világban, a mai helyzetben az a szituáció alakult ki, hogy mindenhol késnek a fizetéseket. Tehát itt a futballisták heteket, hónapokat várnak a megérdemelt jussukra, úgyhogy nincsenek elkényeztetve semmiképpen. Tehát tulajdonképpen most sem kapsz fizetést ezek szerint? Hát most ugye Zalaegerszegen játszom lassan egy éve, és két hónapja sajnos nálunk is beütött a krak, úgyhogy most két hónapja nincs fizetés, így kell dolgoznunk, így kell a mindennapokban megküzdeni a problémákkal. Nem egyszerű, de hát félre kell tenni ezeket a dolgokat, és meg kell próbálni a legtöbbet kihozni magunkból. Én úgy gondolom, hogy az, ami most Magyarországon kialakulóban van, az sajnos most már kb. 20-30 év távlatában, hogyha visszanézek, akkor ez várható volt, hiszen a futball nagyon nagy üzlet lett az egész világon. Tehát ez azt jelenti, hogy észrevették azt, hogy ez az a sportág, ahova érdemes befektetni pénzt, hiszen a legnagyobb közönsége van, a legnagyobb pénz ebben a sportban van. Csak itt Magyarországon nem vették ezt észre. Úgyhogy ez a 20-30 év lemaradás az annak köszönhető, hogy a világon mindenhol, tehát itt beszélek a skandinávokról, akik 30 éve a hátunkat nézték, mindenhol pénzt fecöltek bele ebbe a sportba,
és olyan alapokra helyezték, profi alapokra helyezték. Nálunk sajnos a mai helyzet az, hogy a pályák szűnnek meg. Az elmúlt 10 évben több mint 100 futballpálya szűnt meg, és lett a helyén mondjuk bevásárlócentrum vagy benzinkút. Úgyhogy aki nem lát bele ebbe, az nem érti. Csak tudod, hogy a nézők azok inkább úgy látják és azt mondják, hogy egy Sebő Vilmos, tudom én, 50 ezerért vagy 80 ezerért miért nem tudna jól futballozni. Miért kell a Sebő Vilmosnak most, nem tudom melyit keresel, és hát tudom, hogy melyit keresel, de nem mondom meg, inkább így mondom. Tehát miért kell milliós nagyságrendeket keresni egy Sebő Vilmosnak, amikor lehetne 50-80 ezer forintot is keresni. Tehát nem biztos, hogy, sőt biztos, hogy nem ismernek téged a szürke hétköznapokban, hogy te egy szorgalmas típus vagy, tehát te mindent megteszel, te alázatos vagy a sportágod iránt. De egyszerűen, amikor kimész a pályára, lehúzod a nadrágodat, tehát csinálsz ilyen jeleneteket, amelyen kivívod az ellenszenvedet, és meg talán a külsőd is olyan, hogy úgy nézel ki, hogy ránéznek, ó, hát Sebő Fili, pedig hát szóval nagyon-nagyon kár, hogy ilyen területesen ítélnek az emberek, mert én úgy gondolom, hogy te egy értékes labdarúgó vagy, hiszen 51-szeres válogatott vagy, és nagyon neves klubokban, Sportboost és ilyenekben játszottál. Igaz, hogy Izraelben is problémák voltak, mert ott se fizettek, úgyhogy te vonzod ezeket a nem fizetéseket. Most akkor kicsit váltsunk. Itt van ez az autó, mert ez, nem mondunk, hogy milyen autó, csak beszélünk egy márkás autóról. Rengeteg támadást kaptál ezért is, hogy most minek neked ilyen autó, hogy most ezzel is feszengsz. De hát gondolom a szürke hétköznapokban összerakosgattad az apró pénzeket, amíg más elkezdte, ötszintes házat épített, addig te vettél magadnak egy autót, mert te úgy gondoltad, hogy erre így neked szükséged. Hát hogy van ez? Erről is az a véleményem, hogy én ezt a pénzt nem itt Magyarországon kerestem meg. Én 6 évet futballoztam külföldön, ahol tényleg napról napra azért kellett harcolnom, hogy bekerüljek a csapatba, és amikor bekerültem a csapatba, akkor ott is bizonyítanom kellett, hogy bennmaradjak a csapatba. Tehát itt napról napra ment a kenyérharc. Rengeteg idegen légiós volt a csapataimban, akik mind játszani akartak, de nem játszott mindenki. Az játszott, aki a legjobbat nyújtja. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezért az autóért megdolgoztam, nem Magyarországon kerestem, úgyhogy én úgy érzem, hogy büszkének kéne lennem erre, és büszke is vagyok rá, és én megfordítom a dolgot, hogy itt Magyarországon ezt kiélezik, hogy miért van ennek ilyen kocsia. Én úgy gondolom, hogy ha elmegyünk mondjuk egy országgal arrébb Romániába, ahol az emberek talán még szegényebbek, mint itt Magyarországon. Romániában úgy állítják be ezt a dolgot, hogy nézzétek meg, fiatalok, gyerekek, akik futballosok akartak lenni. Itt van a Sebők, aki gyerek volt valamikor, elkezdett futballozni, és ilyen célokat ért el, ilyen dolgokat, hogy lehetett egy ilyen autója, meg tudta venni magának. Ez egy felhajtó erő kéne, hogy legyen itt a magyar fiatalok számára is, hogy igenis vannak célok, vannak lehetőségek. Sajnos itt Magyarországon ez nem így működik. Ez a nagy probléma. És igazából engem akkor sem érdekeltek ezek a cikkek. Egyedül ez zavart, hogy nem a hozzáállás nem olyan sajnos. Itt mások közítik meg a dolgokat, mint akár mondtam ezt a román példát. Most megint egy kicsit ugrunk. Emlékszel, talán még egyszer nagyon régen volt ez a taxis história, aminek az az érdekessége, hogy én nagyon jól ismerem a barátnődet. Nagyon jól ismerem a kapcsolatotokat, és én tudom, hogy te egy abszolút ilyen hűséges típus, hogy te egy ilyen, szóval megmondom őszintén, még amikor először megismerkedtünk, és úgy teltek azért, én is csodálkoztam, hogy egy ilyen normális kinézetű gyerek, hogy ennyire hűséges és ilyen ragaszkodó típus vagy, és amikor találkozunk, és mindig cserélem a telefon, és mész a barátnőtől, és bevon osztva az időt, és mégis megtaláltak ott, és akkor azt mondtad nekem, emlékszem, amikor leültünk, mondom, Vili, van ebben valami igazság, és mondta Csanyi, azt mondja, ebből semmi nem igaz. Most akkor mondd el, kicsit védd meg magadat, mert én azt szeretném, hogy egy kicsit más oldaladról is ismerek, meg ne csak az, hogy te ilyen rossz indulatú vagy, ilyen vagy olyan vagy, ezt csinálod a pályán, hanem hogy te milyen vagy igaziból. Hát ha kapcsolatomról beszéljek, most már 8 éve vagyok a barátnőmmel, akivel hát hosszú távra tervezzük, gyereket is szeretnénk lassan, úgyhogy hát mondhatom, hogy megállapodtam. Külföldön is végig velem volt, úgyhogy azt hiszem, hogy tényleg egy megértő társ, akivel bízhatok mindig, és remélem, bízhattam eddig is, remélem a jövőben is így marad. Úgyhogy
Ezzel az esettel kapcsolatban meg tudok azt mondani, hogy ez megint egy rossz indulatú történet volt, amit én nem tudom ki kreált, meg hogy mi van e mögött. Még a mai napig nem derítettük ki, mert nem csak én voltam benne, hanem még több játékos. Nem foglalkozom ezzel, én úgy gondolom, hogy én tisztában vagyok azzal, hogy mi történt, és én tisztában vagyok azzal, hogy 51-szeres válogatottként ilyet nem csinált meg az ember, tehát egy válogatott edzőtáborából. Én nem hiszem, hogy egy normálisan gondolkodó futballista kiszökne és akármit csinálni. Úgyhogy sajnos egy rossz eredmény volt, azt hiszem akkor kikaptunk valakitől, és hát fel kellett verni a port valakiken. Kin verjék el a port, ha nem a akkori, ha jól emlékszem, én voltam a csapatkapitány, úgyhogy hát ez is egy rossz indulatú pletyka volt, ami hát sajnos megmaradt az emberekben. Éri, hát szerintem néhány éved van még, hogy tud futballozni, és akkor befejeződik a nagy pénzeknek a keresése, és befejeződik talán az az időszak is, amikor már így kikezdenek, viszont az élet nem áll meg, tovább kell élned, létezned, ugye beszéltél családalapításról. Hogy képzeled a jövődet? Tehát egyszer úgy, mint magánember, milyen céljaid vannak, másodszor, mint sportoló, szeretnél-e edző lenni, vagy üzletember, vagy hogy képzeled az életedet a jövőben? Még azért egy 5 évet szeretnék játszani, úgyhogy én úgy tervezem, ugye, hogy 31 vagyok most, 35-36 éves koromig, sőt, hát ezt így nem is tudom kijelenteni. Amíg én fizikailag bírom, és úgy érzem, hogy szükség van rám, és segíteni tudok a csapatomon, addig én csinálni akarom. Nekem ez az életem, hiszen 9 éves korom, tehát 82 óta rúgom a labdát, úgyhogy ez az életem. Ahogyha egyszer abba hagyom, mindenképpen az edzői papíromat meg akarom szerezni, és aztán majd eldől, hogy egyáltalán folytatni akarom-e edzősködéssel, de minden esetre ugye szeretnék mindenképpen kialakítani egy olyan egzisztenciát, ami után, a futball után ugye legyen egy kis nyugalom, tehát egy kicsit megpihenek, és hogyha úgy alakul, akkor tényleg az edzősködéssel foglalkoznék. Vidékem, utolsó kérdés, és erre próbálj röviden válaszolni, mert egy perc van hátra, hogy ha Sebők Vilmos lehetőséget kapna a magyar labdarúgásban, és azt mondanák, hogy old meg a problémát, min kellene változtatni azonnal, hogy itt jó legyen a labdarúgás, mert nekem az a véleményem, hogy nagyon tehetséges zenészeink vannak, nagyon tehetséges sportolóink vannak, nagyon tehetséges művészeink vannak, de most mi van a labdarúgókkal, hogy nem tudunk nagyot alkotni? Tehát, hogy nincsen, mert csodák nincsenek. Te hogy látod, mit változtatnánk? Én ugye már említettem a fő okot, amikor arról beszéltem, hogy mindenhol üzletként kezelik a futballt, tehát pénzt belefektetni. Itt most nem arra gondolok, hogy a futballistáknak több fizetést adni. A pénz befektetés az nem a futballistákba, hanem az utánpótlásba, a feltételrendszerbe, tehát abba, hogy legyenek pályák, legyen szerelés. Mert sajnos a mai fiataloknak akármilyen hihetetlen, lemegy valaki, a szülőnek kell megvenni a szerelést, a labdát. Ki az a szülő, aki elviszi a gyerekét futballozni, hogyha a saját zsebből kell fizetni? Tehát sajnos olyan kevés a mai futballista, fele annyi futballista van, mint mit tudom én, 3-4-5 évvel ezelőtt, mert sajnos nincsenek meg a feltételek. Tehát én azt mondanám, hogy az államnak segíteni kéne, és nem a futballista zsebébe kéne betenni a pénzt, hanem az utánpótlásra. Tehát mindennek a kulcsa az, hogy egy megfelelő utánpótlás képzés kezdődjön el Magyarországon, amit a Bozsik programmal el is kezdtek, félbe is szakadt. Úgyhogy ez a nyitja mindennek, óriási pénzeket befektetni az utánpótlásba. Illikőn, nagyon köszönöm, hogy eljöttél, és bízom benne, hogy majd egyszer később újra eljössz, és még mindig futballozol, és majd elmondod, hogy hát, ha változott körülötted valami, sok boldogságot kívánok neked a barátnőddel, és sok sikert az életben, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást, és Zalaegerszegről feljöttél. Önök a Rólad is szól a dal című műsorunkat látták, a következő klipünk pedig az Élet nem felejtés. Köszönöm, hogy velünk voltak, és ne feledjék, jövő héten, hétfőn újra itt vagyunk. Viszont hallásra, minden jót!
viszontlátásra. Thank you.